Üdvözlöm mindenkit, Katamari vagyok, ez pedig itt a Binding of Isaac. Még mindig az utolsó kihívást próbálgatjuk. Egyszer talán össze is fog jönni. Mindig csak nyitom, hogy egyszer talán majd össze fog jönni. Hát egyből nem ott tartunk. Megint ez a korbetöltés. Na, nem, mégse. Ójjaj, ajajajajaj, na ilyenkor mi a teendő? Hát nem ez, de megteszi ez is éppen. Most egy bombát elpazaroltam. Hát szerintem ez rosszul ment, hogy kezdjük újra. Amondó vagyok. Igen. Kezdjük újra. Úgyis, úgyis felőr. Nagyon úgy tűnik. Na, egy kék szívkapásból, ez már jobb omen. Ha vigyázok, ezzel nagyon előre tehetek szert. És játék meglepően könnyedén is fut. Na most egy pillanat, itt a Steam ablakot be kéne zárnom közben. Így. Igen. Na, elnézést, hogy bezavartam ilyen hülyeséggel. Csak hogy még gördüljek egyben menjenek a dolgok, mert mindegy. Közben itt van, megkaptam ezt a kis szarházi slotot. Igen, nem mindig kölgök elnézést, de rá slottal gyorsan végeztem. Jaj, hát bazdnek nem igaz. Na mindegy. Isten szerencse kerék. Meg is tartom szerintem. Egy darabig. Na, két seggi pók. Ja, ez egy jó név ennek. Nem tudom, hogy azt tudod, hogy mi jön ki ebből a kettő, amikor szétlövöm. Nem, 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 szerintem nincs a magyarázat, normális. Na mindegy, így is nagy fél szívelőnyöm, úgyhogy nem igazán kell problémáznom. Mondjuk a boltban nem hiszem, hogy érdemes nem menni, de azért benézek. Nem, nem érdemes. Egyelőre, persze. Na, Duke of Lies. Mint a fehér, fehérbe. Na, nem tudom beszélni, mint a fehérebb volna. Mint általában. Aj, ennyi légyen, még most sem tudom kezdeni. Hiába egy lövés, egy halál. Ott, sőt, nem is mindegyik egy lövés, egy halál, megfigyelitek. Már ezt hát tudhatjátok. Főleg a régebb óta velem tartó nézők. Na? Fölgyűni. Hoppá, Eternal Heart, Eternal Heart, na az már jó jel. Mondom, nem is hallok olyan rosszul. Így. Égyni. Egy sima rúzs. Hát azt így benézi, megéri így is. Legfőjebb a játékgépben elhasználom. Oké, iránytű, nem sokra mennék vele. Hát bazdmeg nem igaz, mert a tűz is eltalál. Harapós kedvében van. Na, kapok valami értelmeset a pénzemért cserébe. Még több pénzt. Hogyha többször kapni pénzt, akkor ezekkel meg is érhetnek. Össze is használnám rá a iránytűre valót. De nem fogom, az a sonda gyanúm. Igen, valahogy az állató volt. Szerintem menjünk is tovább. Annyi előnye még megvan, hogy ebből lesz egy plusz szív. Úgyhogy ja. Ilyen tényleg nincsen probléma. Ennyi. Plusz egy szív. Most iszek egy korcsat. És akkor let's go. Na, most jobban vigyázok a tűzzel. Mondjuk kicsit nehéz lesz. Nem, most nem harapott meg. Hát akkor a kurva anyját, hogy ennyire válogatós néha. A szakásos kisfiúk. Ezt mondhatja Tibi atya is. Na, és nem tudom mit kommentálni egyelőre, még mindig. Rá csak túl akarok lenni ezen a vackon. Ja, igen, a kezem valami elképesztően fáj. A jobb kezem. És most nem kéretik minden ilyen szar viccet elkerülni, ami a fappaláshoz kapcsolódik. Mert nagyon olcsó poén lenne most már. Első 500 alkalommal vicces volt, igen, persze, biztos azért fáj, de nem. Mintha... ráfeküdtem volna, hogy valami, és úgy aludtam volna, vagy nem tudom, de így... nagyon szúr. És így végig. Most ezt én mondom el videóban. Nem tök mindegy.
Én videóm azt mondja benne, amit akarok, úgyhogy onnantól kezdve aztán éles mindegy. De rohadt kellemetlen az a probléma. És nem sportolok semmit, úgyhogy nem az kapcsolódik. Mondjuk ehhez kapcsolódó nem sportolok semmit, ez lehetne egy jó témát hozni a Binding of Isaac-be. Ha már is beszélek értmusodokról, de most erről konkrétan nem fogok, mivel nem kellene kell, hogy vitát csiszni. Annyi az én álláspontom tényleg, hogy a sport egészséges, meg jó, meg minden, de én túl lusta vagyok ahhoz, hogy éljek vele. Ajaj, na, kapásból két főbűnt is megkaptam. Szerencsére nagyon gyorsan tudok mozogni. Meg ezt egy mozot ki is lehet nagyjából cselezni. Jaj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 
Úgy. És egy tabletta. Most a sebezni fog, fogadjunk. Nem. Lockdown. Nem sokkal jobb. Boltba azért nézzünk be. Csak kíváncsiság kedvéért. És ott várja. Semmi. Jó van akkor. Azt hittem pedig. Spóroltam volna egy kulcsot. Nem csak egy létra. Nem ér annyit. Viszont ezt talán megérhet. 9 macska? És a 9 élet. Felejtsük el. Pénz! Ma, itt viszont szíves spórolok azzal, hogy erre jövök ki. Na, pont el fölött mindenem, és még mi sérült is vagyok. Nagyszerű. Na, erőkártya, az mondjuk jól jön majd. Most nem használom fel szerintem, ellenféltől függ. És felhasználom-e. Viszont végre a játék a sorozat történetében először végre elkerültem a 9 életes képességet. Hogy ne szívjak vele annyit. Sikerült elkerülnem végre, nem mentem neki egyből oda. Fejlődök a rohadt életbe. Amik azért 44 epizód után már azért elvárná az ember. Hát csak nem tudjak hát a mai lava dolgot, addig aztán hiába várja. Na az egy kicsit óvatosan ám. Óvatosan. Eltalálni ott mindenfele mondjuk, könnyebb mint az Kolex, de akkor is. Jaj, óvatosan. Ettől a gömbtől mindig félek, hogy eltalál. És szerencsére a fejéhez nem dobja oda, ő sem hiá, úgyhogy a fejéhez odamész, akkor az nagyjából isten biztonság. Hoppá! Ő sejtek, HP-ját. És akkor hozzá vagy a pénz, vagy a kés. Most ezen gondolkodjunk szerintem. Nem. Késsel már ráfáztam sokszor. Isaac el nem fog menni egyébként sem. Szóval a sportot csak annyit akartam mondani tényleg, hogy egészséges dolog, jó, klassz meg minden, de nem, lusta vagyok hozzá egyszerűen, kipasszott lusta vagyok. Mondjuk ezt sem videóba kéne elmondanom, de nem vagyok, hogy nem egy olyan nagyon durva dolog. Hát hogyha homokos lennék. De nem mondjuk azt sem vagyok, ám természetesen nem kell félni. Mondjuk annyira nem is gyakori jelenség a társadalomban, homoszexualitás. Szerintem. Legalábbis az ember hall ilyen sztorikat, de nem tudom, hogy hányan találkoztak konkrétan valóságban igaziból ilyen emberrel. Mondjuk ezt nem gyakorol, ezt addig könnyű mondani, amíg nem a te egyik családtagod éli át, úgymond. Na, a szerető, kér szív. Szigyelj, akkor mind azt mondom, hogy ide járok vissza, érte. Na, ott mi lesz? Ó. Oh. Sapka. Na, azért megéri. És akkor most itt a kártyát felhasználom, mert itt meg ez értelme is lesz. Ugye az ősetek csak HP-ápat adott? Sebzésapat nem adott? Szerintem azt nem adott. Na mindegy.
Na akkor most gyorsan, nem sikerült. Nem sikerült a kurva életbe. De mi sikerülhet? Sikerült. Csak egy szívet vesztettem eddig, ami nem is olyan rossz. És ugye is szeparáltam őket, ami kurva jó. Ez szeparálva jó vagy gyengébbek ám. És akkor megint ezek, igen, a szokásos recepte is felejtettem. Néha ezek a dungeonok is random ott tudnak lenni, aminek kifejezetten örülök. Néha nagyon sors mód kísértem azzal, hogy a lövedékkel egy vonalban hátrálok. Na, egyetlen nem volt kúzsó kaptam érten, azért aztán megértek szenvedni. De most akkor hogyan is jött vissza egyáltalán a szív? Elvesztett szív? Mindegy. Na, a kincses térkép, azért megéri. Begyűjteni azt a még 5 darab pennit. Úgyhogy szenvedek is vele egy sort. Ja, ez csak méreg zombik, meglepődnék, hogy a pont itt kapnék. Pont egy ilyen teljesen végezik gyakcsopasztított üres teremben vagyok, ahol aztán semmivel nem segítenek ezek a kis szarosok. Így. És bazzer pont annyit! Pont annyit kapok tőlük. Nagyszerű. Amennyire szükségem van. Nagyszerű, das ist nagyszerű. Ez még egy robbantást is megér. Fire in the hole! Még több pénz, nagyszerű. Ezt most mondjuk megtartom. És a szeretőkártya megvan még mindig, úgyhogy... A szeretőkártyának az eredménye 2 darab szív. Meg is tartom. És úgy értem, hogy... Hát, hogy már megfogom mindenképpen, csak körbenézek, hogy van-e arcade room. Akkor ott föl tudom használni. Ezek szerint nincs. De nem baj. Ezek, hogy szarosok belekerítsenek, mert akkor nem tudom, mit csinálok. És bekerítenek, hogy a kurva édes anyjuk vágta volna őket a falhoz, amíg még ilyenek voltak. Vadak és jók, bűnösök közt is ártatlanok. Ezt nem tudom, miért mondtam megint. Ez is ilyen tipikus randomság volt. Most meg szét is válnak egyszerű, és nem is kapaszkodnak újra össze. Na, ott a koldus fiú. Szerintem megérdemli most kapni egy kis jutalmat, csak úgy. Amit itt akartam, szóval is megszereztem. Na, és ő is adott valamit, ami jól jön. Most a safety cap az nem is... Nem, bocs, összekevertem a liberty cap-pel. A safety cap az nem tudom, mit csinál. Te néha elnyeri a sebzést. Azért nem sérültem, mert amikor azt hittem, hogy... Nem is azt hittem, hogy konkrétan megsérültem a zombiktól ott a baszvába, emlékeztek a dungeonbe az előbb. Mert egyik közel mentem. De most akkor hogy nem is vettem fel szívet ott bent. Nem is volt szív ott bent. Ja, a picsába, na. Ja, igen, tudom már, szerintem mérsékli a sebzés mértékét. Mert hogy ezért simán elszöltöttem volna egy egészet, és csak felszenvedtem. Ez mondjuk pozitívum. Határozottan. Sétáló pörsenések. Úgy van, pont a legjobb irányokba köpködnek. Na, most már kicsit jobban céloznak. Stratégiai fontosságú savgömbök. Úgy. Még itt mi van? Ja, áldozószoba. Hát menjünk be egyszer, megéri. Oké, nem érte meg. Meg azt most mondjuk, hogy gyorsan visszaportlom a szeretőkártyában, aztán minden szép és jó lesz. Elvileg. Na most ilyen durva elment. Ez a játék felettébb időigényes. Azt kell, hogy mondjam.
Hát tőlem, mert hogy kaptam bent egy fél szívet. A dungeonben. És azt kaptam vissza. De egyik tudom, hogy meg sem, de én szerintem azt kaptam vissza. Na. Gurdi Junior. Hát nem is, hogy, nem is, hogy olyan vészes. Bosszharc. Az igazi Gurdinál még mérföldekkel könnyebb. Jó, még az ilyenekkel együtt is persze. Nem, nem olyan nagyon nehéz elkerülni. Emel attól, hogy a Gurdi az meg szinte kész megpróbáltatás az embernek. Még ez is tohonya, ha úgy vesszük. Na mondom, inkább ez mint a kicsi Gurdi. Hogy itt ez ennyire unbalanszolva? Megkaphatod a kicsit is, pedig ez sokkal gyengébb, mint a nagy. Mert tudom, lehet, hogy a Suma Gurdi az cave ellenfél, a Junior pedig Katakomb ellenfél. Hát az is ellentmondás, mert Katakomb az sokkal nehezebb, mint a Cave. Körüljön. Na, Pentagram, most már erősebb is vagyok. Damage up. Na most igaz, többet tiket szarkom, más ördög lettem. Angyal után. Na, egy körszadar, ez mondja kurva anyádba. Jó, van, hát ez se fog sokkal jobban sikerülni, de várjál. Na mindegy. Az azért megéri, szerintem. És ezért megérte legalábbis. Már nem olyan könnyű se lesz, mint hogy azt látszik, hogy gondoljátok. Na, úgy néz. Ah, oh, fél szív. Az már zsír. Mondjuk félek, hogy eltévedek így is. Térkép nélkül elég nehéz lesz, és utálok is térkép nélkül mozogni. És itt is hármnyelva mehetek a kurva életbe. Na, ja, akkor kövessük a jobb oldali falat. Ezt mindig, azt mondtam is. Szerencsére a tüskérszobára egyből tűnő zsákutca. Idézőjelben. Tehát nem vezet onnan már tovább szoba. Így. Akkor jobb oldali fal. Bolttal meg zombival. Egy kulcsot adjatok most, légy szíves, ha már. Már úgyis itt a sorsomat kísértitek. És a sorsomat sanyarítjátok. Egy tabletta, ami lockdown. Egyszerű. Sok még vele, akkor most itt indulunk vissza. A jobb fal mentén. Jobb oldali fal mentén. Na. Á, bazd meg már. Mivel is kerítettek? Hát az igen. Nagyszerű, az is jól jön ott. Úgy, bomba. Jó, jobb oldali falat követjük, úgyhogy erre megyünk tovább. Pénzét egy kis kockáztatás. Hát. Jó, nem baj, végülis visszakaptam, amit elvesztettem. Csak innen hogyan ki? Úgy. Így, oké. Okay. Ja, várj, nem ide kellett volna. Minden megvan úgyis a izé. A lényeg. Akkor már nem boltozok. Azt tudtam, bazzák, hogy eltalál a kurva anyját, annyira biztos voltam benne. Hogy a többet kikerültem, de azt pont el fog találni, igen. Én akkor fel tudom baszni magam rajta nagyon. Ott egy champion is. És a ponton a bassza be a bombát a kurva életbe már. Szapkod neki azért az összes faszomat már. Nem mindegy, Pestilence, az már egy baráti bellenfél lesz. Na jó, ennyit a barátságosságról. Mi az Isten? Ennek hát egy volt a technikai funkciója. Kiakassza a flash-t, vagy mi?
Aj, engbere. És már most felén vagyok a szíveimnek. Rohadt időigényes lesz. Na, de legalább kinyírja a szövetségeseit. Már csak legyeket fog hívni. Már ennek is örülök mondjuk. A lófél miatt akármennyi. És nem akármennyi. Gyükörflies bizonyíték rá. Ez a hirtelen gömbindulás mi volt ott az elején, azt nem tudom. Mindegy. Na. És csak mitből fog kapni tőle, ugye? Jól emlékszem, csak mitből fog adni. Igen. Ezért nagyon megéri harcolni és szenvedni ezekkel a köcsögökkel. Na ne! Ne! Anyátok picsáját már megint. De azt hisz anyátok picsáját. És ráadásul a kedvencemből, baznak a... Evil Mask és ráadásul Necropolis. Hát, és bazd meg, nem igaz. Már most nem hiszem el. Már most itt bekerítenek a kurva anyjukat. Mondjuk kilépek mindjárt mérgemben, nem hiszem el. Nem hiszem el, már megint! Áááá! Na. És egy kurva kártyát kapok. Köszönöm. Temperance! A véradógép! Az bazd meg, kurva anyád. Ilyet is nyerte volna, hogy inkább az anyja bazd meg. Hú, de felbasz. Ez is rohanjon neki az egyik kurva tüskének nekem. Úgy. Úgy. Na erről van szó, bazd meg. Igen, így kell. Annyit érsz. Haj, most meg ez? Mi az Isten? Ez is hát nem igaz. Meg fogok halni. Meg kész. Kész. Tudtam. Nem tudtam mit csinálni. Nem, ez lehetetlen volt. Most ezt hogy gondoltok, amilyen a kurva játék, he? Hú, na mindegy. Azért felkult agyilag rendesen. Én mindig nem adom fel ilyen könnyen. Vagy hát, hogy mondjam. Harcot megnyerte, a háborút még nem. Úgyhogy ja. Legközelebb folytatjuk. Addig is sziasztok. Üdv mindenkinek, Katamul vagyok, ez pedig itt a The Binding of Isaac, a kihívásokkal még mindig. Előző elég csúfos kísérlet után, akkor menjünk tovább. Celeric Cell, na ez is jól indul már. De megspórolok egy Catacombs-t. Vagyis azt nem. De valamit... elszámoltam magam, igen. Nos, most egyből nekikezdtem az előző végigjátszás után, mert nagyon felbaszott az előzés. Nem vagyok hajlandó elviselni ezt a borzalmas kudarcot, amit ott elszenvedtem. Úgyhogy most nekiesek újra. Bót az lesz itt is, úgyhogy érdemes lesz majd betankolni. Abban, amiből lehet. Pénzből, alapvetően. Legyen mit venni. Ezért képességgel induljunk neki a harcoknak. Na, ez már jó kezdés megint. És megsúlyok az idegességtől, nagyon felbaszott az előző kihívásnak a vége. Jaj, a bolt, igen. Az egy nagyon fontos momentum. Ajaj, bombahead. Bombafeje, úgy. Tabletta. Lockdown ez is! Bazd meg! Hát azt hiszem, ez egy morcos végjátszás lesz, de valahogy megoldom. Hosszú is lesz, de mondom, megoldom valahogy. Ha meg nem, akkor legfeljebb egy epizódot elpazaroltam megint.
Úgy, gyertek ki az odútokból. Nem is tudom mit kommentálni. Azabár a pénzt azt szépen gyűjtöm. A pránként szépen összegyűlik. Ez egy zsákutca volt, jól van nézésre vettem. Van tartozéből minden tulajdonképp. Kis apróságot, de később majd sokat tehetnek hozzá a játékhoz. Úgymond. Nem felhasználom itt a bombát, mert itt kell. Most itt akarom most. Nagyszerű, jó bomba és egy penny. Jó, jó üzlet volt, mit nem mondjak. Ezt is tudhattam volna. Nem érdekel? Most egy kicsit túl elvetett a súlyokat, hogy játok, hogy kibaszik velem állandóan most, akkor megcsinálom, hogy olyan tudom, aztán nem érdekel. Na, egy egész szív. Lekeményítek egy kicsit, úgy döntöttem. Már hogyha bírom szusszal egyáltalán. Mondjuk az előző kibaszás is elég csúnya volt, úgyhogy ott hiába voltam erős, kicsináltak villám gyorsan. Na, egy kártya? Na ez mit tud? A logó ember, az egy jól is jöhet akár jelenlegi szintemen. Na, két bomba fej. Csak észszel. Azért ületően sikerült. Kulcsom még mindig nincs. Na, az már kicsit frusztráló. Abba a szába be kéne nézni esetleg. Vagy nem tudom. Nem hiszem, hogy annyira megérni végül is. Úgy. Kis üregi pókok nagyon felbasznak. De már van kulcsom! Na, és még egyszer üregi pókok, meg ezek a óriás gecik. Így kombinációban nagyon jól jönnek. A játék néhány része mesterien ki tud baszni az emberrel. A szuper mi bajom, hogy basztam fel magam ennyire, esküszöm. Ja, és nem ültem ki a csatból. A kurva életbe. Nem is érlek el, figyeltek. Ó, oh, megjelölt kő. Ja, mondjuk úgyis jó. Legalább visszakaptam a bombáimat. Na, be is mehetek akár abba a helyiségbe. Nem van utánpótlás. Igen, most ez ilyen dühös marüvégi játszás lesz. Ó, és egyből át a titkosumba. 9 élet. Már megint a 9 élet? Itt? Ember. Na viszont van pénz! Van pénz! Gazdag lettem. Kibaszott gazdag lettem, nagyszerű. Na, az egy kis szeretet tartunk, amivel ennek a húgyosnak válaszolok. Na, így már mindjárt jobb is. Mehetünk tovább. Nem tudom, hogy jó ötlete ennyire elkapkodva megcsinálni ezt a végjátszást, de hát mi a garancia, hogy sikerül? Értitek? Szóval nyugodtan kicsit kapkodhatok. Ó, nem már. Minecraftos csákány? Mi a fasz kezdek vele ilyen szituációban? Na, végül is a bombás porvon jól jöhet. Nocs csákánya, ugye? Úgyhogy ja. Nem éppen elgyűjtöttem a pénzt, de legalább van valami követ törni. Így valahogy. Bár éppenséggel sűrűbben is újra töltődhetne, nem azt mondom. De várj, akkor a kulcsot ki tudom szabadítani magamnak akár. Na, de most nem fogom. Most nem fogom, nincs kedvem igazán. Na, bomba. Beteg gyerekek. A csákány ezekkel nem működik egyáltalán? Nem. Jó van akkor. Akkor ezzel nem játszunk. Na, úgy is felrobbantja magát, úgyhogy nagyszerű. Hát csak megint egy szívet vesztettem, a kurva isten itt hát. Valamivel mindig van gond, bazd meg. Akkor még csak visszamegyek a kulcsért, feltudom a csákánnyal aztán. Ja, úgyis pont úgy beesik a szív, az kell. Most nagyon variálni fogok pedig. Nagyon taktikázni fogok.
Bár igaz, akkor lehet nem használtam volna, nem használtam volna fel a pénzt, hogy megvegyem a csákányt. Bár nem volt olyan rossz ütlet. Egyéni, újra teljes az életem, szó szerint. Két kibaszott pennyért szenvedtem itt a kibaszott kulcsokkal? Hogy a bőr nem süll a kibaszott képedről, te geci? Csináltak volna heted is inkább pulóvert a füleid. Vagy mit tudom én, vasalódeszkát. Na. Fú, legalább ez így egy fair. Ellenfél. Ja, ez a izéz a képesség feltöri a szart is. Nem tudom miért olyan nagyon jó, de mindegy. Talán nem volt hülyeség, hogy talán az egyik legasszonytalabb képesség a csákány. Na, puggecik, adtok valamit? Á, nem igaz már megint. Na mindegy. És akkor az micsoda? Hoppá! Meg is fejt! Én nem tudom mit csinál, de jól fog jönni. Azt érzem előre. Talán segít valamit. Ugye... Nem tudom pontosan melyik featureért jár, de a lényeg az, hogy itt van. És örülök neki, hogy van. Lább ez a tinked is előkerült. Na, és megint pin, ez elég időigényes lesz, attól félek. Na. Hát éppességgel szépen lassan fogy az életedje, bár fogyhatna jobban is, nem mondom. Úgy. Fogyogat. Na, és akkor itt ugye ugyaninnen fog kijönni, akár merre megy. Úgy, nyílt, készen is van. Ez szép volt. Tírszáp. Ja, mintha kicseréltek volna félig. És akkor most van a kedvencünk az ezvegy. Akkor repülni fogok addig is, szerintem. Úgyni, az ott tökéletesen járt neki. Mondom, hogy taktikázni fogok a büdös kurva életbe. Jól tettem, hogy ezt a kártyát nem is használtam el. Hát mondjuk így is megsérültem, de... Mindegy, a pörsön is lesz eltávolítva. Úgyni. És... Azt hiszem készen is vagyunk? Készen is vagyunk. Így, és ott kaptam is vissza egy szívet. És csak az öldönél valami? Nincs. Akkor a doboz kapom. Mi a lófasz? Ennyi haszontalan szart, hogy kapok már össze? Már felbaszom magam tényleg a végén. Na, a napkártya, meg is tartom, meg egy ismeretlen tabletta. Bamszár kiáll, most tökéletesen oldas lófasz nem ért. De van ez így. Hoppá, jöttem nehát minden pálya elején. És Curse of Darkness még hozzá. Hát ez valami kibaszott jó gyerekek. Most szivattok direkt? Direkt szivattok, baznek, fogadjunk. Azért van, hogy még jobban felbasszam magam, most már idegbeteg baromállat leszek így a végén. De jobban, mint eddig. Na, Skeleton ki. Na, ez már valami. Ezért megért, ezért megér itt végig szenvedni. Valahogy most nagyon filozok azon, hogy ennek az epizódnak tökéletes összefoglaló lenne a pokolgépnek az egyik száma. Nem albuma konkrétan, száma is és albuma is a... Azt, hogy vedd el, ami jár. Na akkor most itt... Nem, a szántaszt nem használjuk fel. Nem mondom, azért jól jönne itt a sötétség. A sötétség átok mellett jól jönne ez a napkártya. De úgyse fogja megjelenteni a térképet.
Ó, az az, milyen gyönyörűen átment a kettő között. Magamhoz nyúlok mindjárt, megint. Super Meat Boy-t nem csináltam ilyen szép manővereket nekünk a játékban. Na majd, ha Midgelix megjelenik. Na akkor most szerintem gyorsítsuk fel kicsit. Égni. Lehet, hogy nem most volt a legjobb alkalom, de spóroltam magamnak energiát. Mindenképp. Na, 99 kulcs. Akkor be is nézünk ki le is kapásból. Szerintem ezt meg is vesztük, így. Biztos csak kell, hogy legyen ellátottság. Zsölékukacok. Azt a szart is felrobbantom majd. Ne okozzon problémát. Penny. És pénz meg egy szív. Mégis nem is olyan rossz. Úgy, mondom, elveszem, ami jár. Azért jutott pont az eszembe, mert ez így kellően agresszíven hangzik, tehát így határozottság és tennyakás és agresszió van benne. De kifejezi azt is, hogy jogos. Jogos agresszió. Jogos, hogy minden meg ilyenek tudjátok. Mert igen, ez egy érdekes kérdéskör különben, mert az agresszió az határozottsággal jár, magabiztossággal. Rendhihetetlenséggel és rettenhetetlenséggel jár. Persze azért fenntartom azt például a családon belüli erőszak, tehát aki egy nőt megüt az nem feltétlenül veszhető férfinak, mert gyengébbikre megy rá. Gyengébb ellenfélre nincsen szükség ilyen fenkült képességekre. Mondjuk másrészt, hogy megjegyezném azt is ténylegesen, hogy ez a nőt nem ütünk meg dolog, ez hülyeség, szerintem. Mert persze, hogy gyengébbek meg minden, de amikor emögé próbálnak leplez, de emögé próbálnak bújni, hogy acsásson a férfiak, amikor akarnak, az már valami gusztustalan. Én különszedtem, ugye vannak a lányok, amelyek is, ugye vannak a hölgyek, meg az ordas ribancok, a kurvák. Nem, inkább a ribancok, az találóbb. Mert kurva, az kevés van, kevesebb van, mint ribanc. A utóbbi sokkal több van. És egy ribancot valamikor meg lehet tépni. A kurvának is stricia van, azt csinál vele, amit akar, úgyhogy a kurvát is meg lehet tépni. Jó, mondjuk én ezt általában szoktam használni inkább pejoratív értelemben, mint tényleges megnevezésére egy nőnek. Lényeg arra, hogy akarok csak hívni ugye lényegében, hogy ugye már nagyon sokat beszéltem erről az előítéletesség hülyeség témáról. Hogy semmi alapján nem szabad az embereket megítélni, csak a tetteik alapján. Ugye kitért merre, hogy nem szabad ugye származás alapján, ugye lásd rasszizmus vallás alapján, lásd ugye a vallásszabadság korlátozás, meg a kirekesztés a vallás miatt, meg a ateizmus, meg ilyenek. Nem lehet a nemi hova tartozás miatt, ilyen például ugye a homofóbia. De a legalapabb dolgot kifejtettem, hogy nem meg alapján se lehet senkit megítélni. Nem azt valaki eredendő, hogy jó vagy rosszabb, hogy férfi vagy nő. Jó, persze, igen, azért technikai jelenben így is lesznek, mert a nőnek van két nagy melle, ugye? Hát nem biztos, hogy mindig nagy, de az az, hogy alapvetően előnyt jelent. És nem kellett semmit tennie, mert a világra jött azóta van neki. De ez már kívül van azon, hogy kit hogyan ítélünk meg. És akkor most cseddel érdekes azt a harc. Az biztos. Most amúgy random eszembe jutott most egy játékra visszatérve akkor, hogy... Na. Amint a vírus. Vírus. Mi az? Vírus kereső frissítés. Antivírus frissítés. Én igen. Szóval mondom, igazából ez a nőkkel ne bánjunk másképpen téma, ez nem csak akkor nyújt, ha ellenségként kell tekinteni valami ordas ribancra, vagy klimaxos fényszatyorra, vagy akármi feministára, stb., hanem akkor is olyan. Amikor az ellenkezője van, amikor fel akarsz valaki szenni, tehát pont ma olvastam erről, igen, hogy
Mondjuk ironikus lesz pont tőlem milyenre beszélni, de van benne igazság tényleg, hogy nagyon eszményítsük a csajt, csajokat, akkor nem fognak komolyan annyi, nem látnak érdekesnek, úgymond. És nem fognak sikerülni a próbálkozások. Arra a célra, hogy legyen randi, párkapcsolat, dugás, vagy ezek tetszőleges permutációja. Na most nagyon lesz egy csomó detenál hátul, mert akkor itt baj lesz. És elvesztem, fogadjuk, hogy elvesztem. Nem fogom. Csoda kurva anyád. Most egész jól kerülgetjük egymást, mint... Mindegy, hagyjuk. Csak ugorjunk be abba a kurva kapuba. Végre. Na. Kicsi csed. Az is egy előny valamennyire. Égyni. És szépen most felhalmozom a szíveket. Hoppá, tabletták. Most már kettő konzolnyunk, arra figyeljünk oda. Szóval, ja, mondjuk ezt már olvastam régebben is, és meg is éreztem, hogy illetve tényleg, hogy a erőt, határozottságot, férfiasságot sugárzó pasik kellnek a nőknek. Persze a férfiasság meg volt eddig is, de ebben nem csak az tartozik, hogy 40 centis faszod van meg ugyanekkora izmaid, számba kifejez ugyanekkora izmaid, hanem hát ugye biceszek a kerülete, ugye? Na itt már nehezebb ez kicsit odafigyelni arra, hogy megtartsam az Eternal Heart-ot. Jajjaj! Na, azt gyorsan ott ítsuk ki. Ah, elvesztettem, nem baj. De szóval igen, beletörzik ebből is, hogy határozott legyél, mert... ugye önbizalom kell hozzá. És ez nagyon sok ember bizony gyenge pontja egyébként, ami nem is csoda egy ilyen világban. Most ugyanazt megkapom még egyszer, csont ugyanazt. Végem lesz. Nem, elveszem ami jár, nem érdekel. És oda-vissza fogok menni, mert úgy gyorsabban ki tudom csinálni. Na kicsit úgy is fog adni majd. Valamit. Szívet persze, ha szívre gondoltam. Úgy. Na mondom, ott van egy szív kapásból. És pont nála pocsant le. Na ez a budi sem fog itt nagyon szórakázni, mert nem az biztos. Mondjuk szuperegírni már kicsit nehezebb dolgom lenne, ugye ezt már tapasztaltuk. Na, csak eltalált a buzi. Az a baj, hogy ahogyan a feszültségem... és megint eltalál. Úgyni, na. Többi azért meg már meg lesz oldva. Mi kaptam, hogy olyan kevés pénzt szétlőttem? Általában többet szokott adni. Na, legalább kék szív van. De az is lehetett volna korábban a kurva minden itt hát. Áj, ember, az a játék kikészít tényleg. És akkor még duplaségű legyeket, meg duplaségű pókat is kapok. És még az is jött a halál a kurva életbe már! Ilyenek vegyetlen, hogy a faszomba kerüljem ki őket? Na úgy, oké, most már jöhetnek a pókok. Úgy. Így, már így már mindjárt jobb. Kulcsa nem tudom minek. Megint csontra ugyanazt megkapom, már most szórakoztok velem, pont a legjobban utáltakból. Még oda jönnek a pókok is, bassz meg. Aj, öregem. Na mindegy, elkérdőmbe elszórakázunk majd. Szerencsé, hogy itt van. Pont annyi pénzem van, hogy kezdőtöket a szívekkel szórakozni majd. Így reciklálni őket.
Úgy, Chad is pont időbe adott, az úgy jó. Ja, persze itt is kéket, de nem baj. Először mondjuk inkább akkor itt átokapok pirost, aztán fel tudom használni pénzszerzést is. Na, elmentek ti a kurva anyátokba most már aztán tényleg. És így mégis hogyan? Hát akkor nincs más választás, akkor ezzel próbálkozok. Csak nyíredet fogadni úgyis. Vagy az se. A Joker. Egy kék szív, és más semmi. Na akkor Joker, nézzük meg. Mit van. The Nail. Oké, akkor azt most fölvesszük szépen. Egy. És megint rosszul használtam fel picsába. Na mindegy, talán menni fog. Élni is fog valamit a végén. Így lecsépülött, amiket időben nem fognak kifakadni. Égyni. Kulcs megint nem tudom minek. Pókok. Öregem, bazd meg már megint ez. De várjál, be vagyok védve a kék szívek által, úgyhogy most majd a megi szív megint működni fog. Úgyhogy most megtalálom a kiáltat majd kövi szinten. A faszom, elkapok minden életéri múlt, és még így is a halál szélén vagyok majdnem, hihetetlen. Rohadtul felbaszni még mindig. Na. Menjünk akkor. Bomba még mindig nincsen persze. Egy méreg zombi. Úgy. Egy kulcs már megint, meg chat szív. Hát csak próbálkozunk meg vele. Kulcs is egy szív már megint. Aha, nem akarod megharcolni. Mindegy. És segít feltölteni a nélt. Talán. Mire odaérek a bosshoz, már fel tudom használni ott is. Na, eddig viszont jól állok. Mert nem gondi ellenfeleket dobott le. Ez kicsit azért motivál. Na várj, ez egy skatole. Nem is fog sérülni a legyektől. Gyakorlatilag. Szabadon jöttek hozzájuk. Nagyszerű. Én nem magam úgyis idejek korán ki fog derülni. Na. És mégis csak sérülök valamelyiktől. Jó van, ezt jó tudni. Lehet, hogy ettől a szaros beteg gyerektől sérültem. Úgy. És akkor még ezek a szarok is, jó van, igen. Tudtam, hogy jön még egy valami hullám. Úgy. Nagyszerű. Mondom, elveszem, ami jár. Kifejezetten gyors is lettem, szerintem. Na most akkor még kárt menek. Ezt még túlélem azért. Hát már ahogy. Csak ezek is kibasztak velem már megint, és akkor nagyon mélyeges leszek, mert kicsinálom őket. Úgy, inni. Nagyszerű. Ja, szépen haladunk. Sok kulcs semmiért. Ahaj! Igen, te hiányoztál, te koponyás, vagina lövő kurva. Igen, a vörös prestízs és ebolás kuláddal hiányoztál, igen. Aztán megint elkezd majd diagonálisan mozogni, na annak örülni fogok külön. Legalább akkor olyan szedjek végre fel egy ilyen perol kártyát, könyörgöm, mert nem akarok már tovább harcolni. Mert abba megint egy nekropoliszt, aztán akkor viszont eldugrom az agyom, az biztos. Na, kiáll tökéletesen elzárva. Nagyon kellemes. Nem csak kiállt, hanem a terep nagy része már tele van szórva ebolás hullával. Utálatos, szóval legrosszabb, mint a férje a Super Meat Boy-ban. Kia pedig már szenvedtem eleget. Anno. Meg azóta is. Na, kezdjünk már diagonálisan mozogni. Úgyni.
Bazd meg, na. Ja, kulán is visszapott, azt is felejtettem. Na. Mondom, elveszem, ami jár. Igen, mondom, visszapott van a kuláról, nagyon durva. De azért csak kicsinálom a végén. Ha eltalálom végre azt a rohadt vaginát. Úgy. Squeeze. Nagyszerű. Jaj, vigyázz a kulára. Úgy. A Spirit of the Night-ja szerintem megérni. Tegyünk egy próbát, most kockáztatok nagyon. Igen, csak kék szíveim lesznek, de a nél az segít legalább. Hogy azokat újra is töltsük. Ja, vár, kapok most kék szívet, ott az Eternal Heart. Sima death-szel bármi, és egy sima death mellett bármi lehetséges is lesz. Jó, mondjuk azért vigyázzunk. Ja, a Spectral Tears. Húha. Akkor viszont tényleg vigyázzunk. Mondom, elveszem, ami jár. Ez egy majdnem mondjuk egy horda, egész horda ellen harcolnék. Jaj. De még így is sikerülni fog. Úgy, egy kilőve már. Inkább ezek, mint a szoros gonosz maszkok. Na. Elveszem, ami jár. Mondom, miért ebből biztos kapom majd a szíveimet. Bár az azért kell egy kis idő mondjuk. Úgyhogy mindenképpen vigyáznom kell a kékekre. Na, Káin szeme. Nem tudom, mit csinál. Na, adj. Na, hát tudok, ilyenkor éri meg, hogy megvettem azt a szart. A Spirit of the Night-ra gondolok. Mert tudok repülni tőle. Úgyni. Tehát még a boltba se fog kapsi várni. Nem tudom, ennyi pénzre nagyon számítana. Na, hát tudjátok. Sose lehet tudni. Úgy. Na, nézzük meg, ki vár bent. Ó. Oh. Item Martyr. Na, az kell. Az kell, azt tudom, mi a apáca ruha. Item Martyr, azt főkezdhetne mindenképpen. Jó, nagyszerű, legjobb kombináció, a két legutálatosabb szar. Ilyenkor nem látom, hogy ezek megtámadnák egymást, ezek a lények. Átlövök a sziklán, úgyis nagyszerű. Szerencsére nem az erősebb fajtát kaptam meg, ugye? Azt a lidélces szart. Jaj, ó, basszodjál meg! Hogy megkavartott. Nem is lehet felhasználni a nélit igazán. Hát jártak, mint minél később használom, annál szarabbul járok, úgyhogy használjuk. Nagyszerű, mondom én. Úgyni. Ez egy gyűlölánc reakció volt. Na, még több pénz. Item Marty az illanagyom, mert akkor a sérüléssel újra töltödne a nél is. Na mondjuk az már nagyon sokat nem segítene a bomban. Sajnálatos módon. De most nem mondjuk a bomban, az a nagyon fontos tényező. Majd tele vagyok szívekkel pont, amikor már szart se érek velük. Talán még fogok. Na, trollbomba, és egy kulcs. Jönne, hogyha átjön, ha érzékelné is, hogy nincsen kulcs. És hogy már nem kell kulcs. Várjál, meg lesz. Hát eszem faszom meg el ezeken. Úgy, Nina, ezt már megkapják.
Jediný. Itt is mondjuk a bossnál. Item Marty nélkül mondjuk nem megyek el, az nagyon fontos tényező szintén. Na, az elkozott kaponya. Megkockáztassam? Ja, megkockáztassam, elvileg azt elvileg ez hatatlanul is tudok válni akár, mert most már nincsenek olyan szíveim. Ja, de lesznek majd. Ó, a picsába! Na, Eternal ház az ott van mindenképp alapból rajta. Azt nem tudom elveszteni sajnos. Na, csak ha meghalok, azt nem szándékozok. Akkor viszont megtartom a meginek a képességét. Ja. Irány vissza, akkor megtartom, akkor inkább visszahozom a... úgymond az régi dicsőséget. De most nem. Jobban járnék vele. Most már a Davidson nézelődök, mondom a pénz miatt. Elveszem, ami jár. És mondom, azt is megoldom, hogy jusson. Mert van, hogy jár, de nem jut, ugye? Na. Lehet, hogy annyira nem kéne erőltetni ezt a pénzt mondjuk. Vagy nem tudom, tényleg. Nehéz kérdés, hogy most megérnie vészen venni érte. Még három penny kéne. Na, egy láda. Egy troll bombával. Szuper mega bombával. Nem, szerintem nem. Legyőzöm a boss-t, aztán meglátjuk. Jó? Aztán úgyis fel kell használnom a nél képességet. A háború ellen nagyszerű. De, úgyis szétbaszok minden követ. Ényi. Ó, hogy baszódjál, hogy már megint eltalál. Nem kikerültem volna. Aj! Meg fog halni. Mondom, meghalok. Lesz egy szívem kb. Aztán egy lövés, egy halál, ugye? Kész, meghaltam már megint. Na, hadd defajod. Na mindegy, igazából nem is volt már energiám hozzá, úgyhogy hagyjuk a büdös picsával egész. Majd legközelebb próbálom, jó? Hát, ha sikerülni fog. Addig is sziasztok!